Puccos ünnepségen ünnepli önmagát a 75 éves NATO, miközben Ukrajnában folytatódik az öldöklés. Egy óceánnyi távolságból akarják megmondani, mit kell tenni. No, nem a békéért, hanem a háború folytatásáért. Vajon mire lesz elég egyetlen józan hang? Hamarosan kezdünk! NATO értekezlet. Fegyverszállítást erőltetnek béketárgyalások helyett. Zászlóbontás. Meghirdette céljait a Patrióták Európáért pártszövetség. Hitpénzbotrány. Vesztegetés, hűtlen kezelés és adócsalás miatt is nyomoznak. Jó estét kívánok! Ez a Vezércikk, a műsor, amelyben felelős politikusokról és álmessiásokról egyaránt szó lesz. Gajdics Ottó vagyok, és mutatom, kik azok, akik segítenek különbséget tenni közöttük. Bencsik András, aki szerint nincs más választás, mint hogy szembe kell szállni a hazug, hamis háborús propagandával. Georg Spötle, aki szerint lassan elveszik egy egész nemzedék Ukrajnában, de ez nyugaton senkit nem érdekel. És Boros Bánk Levente, aki szerint nincs az az újságíró, aki valaki nevében, aki nem mondott ilyet, leírná azt, hogy Gyurcsány egy döglött oroszlán. Szervusztok, köszönjük szépen, hogy elfogadtátok meghívásunkat, és kezdjük adásunkat Orbán Viktor békemissziójának utolsó állomásával, Washingtonnal, ahová Pekingből érkezett a magyar kormányfő, a NATO 75 éves csúcs találkozója azonban nem ígérkezik fáklyás menetnek a békepártiak szempontjából. Indulásakor Szijjártó Péter külügyminiszter is erre hívta fel a figyelmet. Egyre több a fegyver, egyre erősebb a háborús propaganda, durva, súlyos, eszkalációs veszély leselkedik. Hetek óta figyelmeztetünk erre. Érthetetlen, hogy ezt 2,5 év után hogy nem lehet belátni. Márpedig a következő 3 nap határozat tervezetei a belátás teljes hiányáról tanúskodnak. A NATO ugyanis Ukrajnát támogató missziót fog indítani. Mi ebből kimaradunk, nem szállítunk fegyvert, nem adunk katonát, nem veszünk részt a finanszírozásban, figyelmeztetett közösségi oldalán a magyar külgazdasági és külügyminiszter. Egyszerűen nem értem, hogy hogy van az, hogy ilyen sokan, különösen felelős pozícióban nem tudják fölfogni, hogyha nem lőnek, akkor az béke, vagy legalábbis tűzszünet. Ha meg odahordanak egy rakás fegyvert, azt előbb-utóbb el fogják lőni, és azt meg háborúnak hívják. Ez miért ilyen bonyolult? Nem lenne ez ilyen bonyolult, hogyha egy kicsit, nem tudom, humánusabban gondolkodnának, vagy reálisabban gondolkodnának. Azért 22-ben kezdődött ez a háború, tehát most már közel 2,5 éve tart. Látjuk, hogy Ukrajna megkapta a legmodernebb fegyvereket, legyen az a Patriot rendszer, ugye az amerikai légvédelemnek tényleg a csúcs technológiája, Abrams páncélosokat, német Leopard harckocsikat, küldték a britek a Storm Shadow intelligent cirkáló rakétákat 550 km hatótávolsággal, ennek a pandantja a francia Scalp, azt is megkapták. Tehát nincs igazából modern haditechnika, és durván ilyen 200 milliárd dollár értékű fegyverszállítmányok mentek, és nem tudták, nem az, hogy megnyerni a háborút, hanem az állásokat nem tudják tartani. Legújabb úgy, hogy elveszett Szokol település is, és folyamatosan nyomulnak nyugat fel az oroszok. Zelenszkij sem akar békét, nem csak a nyugat nem, hanem ugye megmondta, hogy Orbán Viktor számára nem egy olyan fajsúlyos politikus, akit el tudnak képzelni közvetítőként, ő inkább szeretné mondjuk Kínát vagy az Egyesült Államokat. Oké, Kína nem ördögtől való, de hát az Egyesült Államoknak az érdeke a háború, hiszen az amerikai cégek, azok ugye őrült pénzeket keresnek ezen a háborún, nem véletlen, hogy a legtöbb fegyver, lőszer, eszköz az Egyesült Államokból jön, hát nyilvánvalóan azért, mert ez Amerikának jó, de nekünk európaiaknak rossz, főleg nekünk magyaroknak, hiszen a háború a szomszédunkba zajlik, kárpátaljai honfitársaink vesztik életüket, és hát elveszik egy egész nemzedék Ukrajnába, és szerintem Zelenszkijnek most meg kellett volna ragadni Orbán Viktor kezét, és azt mondani, hogy oké, nem rossz dolog, hogy közvetíteni szeretnél, próbáljuk meg, lássuk meg, hogy mit hoznak a tárgyalások, de úgy látszik, hogy hát az urai Zelenszkijnek ráparancsoltak, hogy nincs béke, nincs tárgyalás.
azt vettem ki a háborús uszítók szavaiból, hogy számukra az a béke, ha legyőzik Oroszországot. Őket a szót nem szeretnék hallani, hogy béke. Ők egyelőre, egyébként az egész egy szánalmas és megalázó komédia, mert minden épesz ember tudja, hogy Amerika üzent hadat Oroszországnak, és Ukrajnában játszatja le ezt a meccset. És az Európai Unió hadereje, vagy és tőkéje, pénze, az csak eszköz. Na most, hogy az eszköz képviselői lelkesen csápolnak Washingtonban, hogy a főnök folytassa a háborút, ez szánalmas és megalázó. Továbbmenőleg, ami a háborús propagandát illeti, a napokban bukkant elő egy videófelvétel, amelyik bizonyítja, egy ukrán ember vette föl Kijevbe, hogy az a rakéta, amelyik rázuhant az ukrán gyerek, a kijevi gyerekkórházra, az egy amerikai Patriot gyártmányú rakéta, egy légvédelmi rakéta volt, ami valamire eltévedt. Ott a felvétel, jól lehet látni, hogy ez bizony nem egy orosz támadó rakéta, hanem egy kellemetlen, nem várt baleset. Mindenhogyan szörnyű, hogy a gyerekek megsérültek és meghaltak, de ugyanakkor azt is mutatja, hogy nincsen más megoldás, mint a fegyverszünet és a fegyverszünetet garantáló béketárgyalások, mert így vagy úgy azoknak a sérült gyerekeknek teljesen mindegy, hogy ukrán vagy orosz vagy amerikai rakéta talált el őket, ők ha belehaltak, akkor belehaltak, nem kapják vissza az életüket. De ez a hazug, hamis, rögeszmés, háborús propaganda, amelyik csak azt a cél szolgálja, hogy a megbízó, a főnök érdekei szolgálják, ezzel szembe kell szállni. Nagyon örülök neki, hogy van egy olyan külügyminiszterünk, meg van egy olyan miniszterelnökünk, aki kimerik mondani azt, amit erről gondolnak. Talán nem kellett volna félvárról venni azt a javaslatot, hogy határidőhöz kötött tűzszünetet kellene kötni, mert akkor egyik fél sem lőtte volna ki azt a rakétát, ami rázsott a kórházra. Úgy olvastam, hogy orosz rakéta volt egyébként, de nem a... Én láttam, hogy amerikai adóta. Azért elmondom. Jó, csak mondom, hogy tehát ott a fel. De nem az volt a cél, tehát értem, hogy nem kórházat akartak kilőni, hanem ott a közöbben volt valami fegyvergyár, és azt a lőtték, ez pedig eltévedhetett. De hogyha már ennél a konkrét esetnél maradunk, ugye ez mutatja a legplasztikusabban azt, hogyha valahova lőnek, akkor annak lesznek végül civil áldozatai. Most függetlenül attól, hogy ezek gyerekek, vagy mások halnának meg, vagy sérülnének meg, és többek között ezért is kéne már abba hagyni ezt a háborút. De ugye itt mégiscsak a NATO csúcsról van szó, amelyik a ünnepi NATO csúcs, 75 éves a Védelmi Szövetség. De szúzzuk alá, a Védelmi Szövetség 75 éve. Most nem lesz rá idő, hogy kifejtsem, hogy a NATO-nak az átalakulása hogyan is ment végbe itt az elmúlt 30 évben a hidegháborút követően, tehát azért ott voltak a területen kívüli missziója a NATO-nak, bár egyik sem volt ugye aktív beavatkozó misszió, tehát háborúba való beavatkozó misszió, de ez most mindegy is. Amire szerintem itt érdemes lesz figyelni itt a következő egy-két napban, az egy, az a Biden elnök úrnak a szereplése, mert ugye sok minden múlik itt szerintem a következő napokon, heteken, hogy leveszik, vagy pedig meghagyják a demokrata elnökjelöltnek. Ez pedig azért fontos, mert hogyha a republikánus elnököt választ az Egyesült Államok novemberben, akkor tudjuk, hogy közelebb kerülünk a békéhez. Egy Biden újraválasztás, vagy másik demokratának megválasztása azért ezt erőteljesen megkérdőjelezi. De az Egyesült Államoknak most nem érdeke egyébként ezen a washingtoni NATO csúcson hosszú távú döntéseket hozni szerintem itt a háborút illetően, pontosan azért, mert kivárnak, hogy mi is történik itt néhány hónap múlva. Amit már tudunk, ugye az, hogy a Ruttét megválasztják főtitkárnak, tehát a következő NATO főtitkár volt holland miniszterelnök lesz, valamint az lesz az izgalmas, hogy hogyan viszonyulnak Magyarországhoz és Orbán Viktorhoz, mindazok után, amiről már ti is beszéltetek itt, a békemissziós állomásokat követően. De egy biztos, hogy Magyarország nem változtat az álláspontját, tehát bármit is szeretnének lenyomni a torkunkon, mint hogy a NATO-ban ugye konszenzusos a döntéshozatal, tehát hogy úgy tetszik, minden tagállamnak vétójoga van, a Magyarország nélkül nem lehet döntést hozni,
és vélhetően az a kompromisszum születhet meg, bármi is történik, hogy Magyarország opt-out, tehát kimarad, a többiek pedig azt csinálnak, amit valójában akarnak. Mondjuk engem egy kicsit zavar, hogy mind az Európai Unióban, mind pedig a NATO-ban le akarnak bárkinek a torkán nyomni valamit, különösen a miénket. De menjünk is tovább, mert hogy a tegnapi nap az is bebizonyosodott, hogy Orbán Viktor nem a levegőbe beszélt a Patrióták Európáját frakció kapcsán. A frakció létrejött, sőt, az Európai Parlament harmadik legerősebb egysége lesz. És már azt is tudni lehet, milyen célokat képviselnek a következő 5 évben. A Patrióták Európáért az uniós szuperállam létrejötte ellen lép fel. Álláspontjuk szerint az EU alapja a létrehozáskori alapszabály kell, hogy legyen. A külső határokat megvédjük, nemet mondunk a migrációra, versenyképes Európát akarunk. Európai alternatíván dolgozunk, nem Európával szembeni alternatíván. Fogalmazott Gál Kinga, a Fidesz EP képviselője, a Patrióták Európáért első alelnöke a pártszövetség következő 5 éves parlamenti ciklusra vonatkozó céljairól. Amikor a néppárt tagszervezetei elárulták saját választóikat és betagozódtak a baloldali bagásba, akkor egy kicsit olyan rosszul éreztem magam. Most viszont megvallom őszintén, ez engem egy megnyugtatólag hat rám, hogy ez a hang is artikulálódott. Így van, azért mégiscsak 20 millió európai választó van mögött, a hang mögött, és hát valóban meglepő, de egyszerűen zseniális húzás volt ugye a miniszterelnök úrtól, hogy létrehozták ezt a platformot, és most már a harmadik legnagyobb erő lett, és ez lehet, hogy még nem a vége, hanem újabb pártok fognak hozzá csatlakozni. Nagyon fontos különben, mert ha megnézzük Európát, igazából nincs ebben új ötlet, az alapító atyáknak a gondolata. Egy erős Európa, szabad munkaerőmozgás, védett határok és szárnyaló gazdaság. Tehát ezért jött létre az Európai Unió. És ettől igazából az a baj, hogy nagyon-nagyon elkanyarodtunk, tehát ilyen dogmák, mint LMBTQ, a transgender őrület, mindenütt a szivárványozászlót kellett lobogtatni, elment az egész egy ilyen neomarxista irányba, ugye látjuk, hogy Manfred Weber is igazából, hát nem is tudom, minek nevezem, konzervatív politikusnak nem nevezném, hiába származik Bajorországból, de ugyanez a tendencia, kicsit lebontjuk az Európai Uniót Németországba is, ugye. Ezért miért csodálkozott a CDU-CSU pártcsalád, hogy elbukták a választást, hiszen ugyanazt a politikát akarták már folytatni, amit a zöldek, de a választók viszont nem új zöldeket akartak, hanem régi konzervatívokat, keresztény konzervatív értékekkel. És hogyha megpróbáljuk kivenni úgy az ellenfél vitorlájából a szelet, hogy az ő politikájukat akarjuk folytatni, akkor elvesztünk választókat, mint Angela Merkel is elvesztett ugye 11 millió választót a elhamarkodott rossz migrációs döntések miatt, és utána még le is ostobázta ezeket az embereket, akik például az AfD-hez átmentek. Tehát most is ezt lehet látni, hogy nagyon széles spektrumban az európai emberek visszatérést szeretnének igazából a normális európai gyökerekhez, a konzervatív gondolkodáshoz. Látszik, hogy az európai gazdaság milyen mélyponton van Kínához és az Egyesült Államokhoz képest, de most már lassan Oroszországhoz képest is. Persze, hogy ellenállnak, de azt is látják, hogy az Európai Unióban a nomenklatúra az viszont így kapaszkodik a hatalomba, ugye, jaj, maradjon Ursula von der Leyen, és szépen leosztjuk majd a posztokat, megpróbálunk politikusokat megvenni. Ursula von der Leyen miért pont Giorgia Melonit hívta fel elsőként, ugye? Nyilvánvalóan, mert félt attól, hogy szembe megy vele, és mondjuk nem fogja támogatni. Tehát vissza kell menni az eredeti értékekhez, tényleg szuverenista pártok kellenek, szuverenista politikusok, hogy valóban egy erős Európát, azt erős szuverén államok adjanak, ne pedig egy ilyen szuperhatalom, egy szivárványos zászlóval és az egész tébolyal, amit ránk akarnak zúdítani. Béke és jólét, ez volt a két fő cél. Ehhez képest sikerült összehozni egy háborút és egy stagnáló, de inkább zuhanó gazdaságot. Hát az eredeti elképzeléstől nagyon messzire kerültünk. A nemzetek Európájától eljutottunk a káosz Európájához, és hogyha ezt egy olyan képpel írnám le, hogy van egy hatalmas tér, ahol rengeteg ember össze-vissza szaladgál, mint a bolond, és egyszer csak egy csoport megáll. A tagjai csak úgy megállnak, az egy idő után mindenkinek föltűnik, hogy miközben itt mindenki, mint a bolond nyüzsög, van egy csoport, amelyik áll, aztán egyre többen csatlakoznak hozzá, a józanok, a higgadtak. Tehát körülbelül ezt lehet most látni, hogy ez a Patrióták Európáért frakció, az azt jelenti, hogy vannak nem kevesen, akik azt mondják, hogy
a normális, észszerű, okos együttműködések Európájáról beszélünk, mivel ez alapvetően azoknak is érdekük, akik össze-vissza hazudoznak, és mind a pók szaladgálnak a falon, ezek egy része valószínűleg, bár mondja a magáé, de közben úgy magában spekulál, hogy lehet, hogy ezeknek bejön, és akkor időben én is be fogok melléjük sorolódni, mert végül is ki ne akarna egy okos, intelligens, jómódú, egészséges Európában élni. Ez a gigantikus hazugság, amit elfednek a gendertől kezdve a fesztiválokig, ez a gigantikus hazugság azt rejti el, hogy a jelenlegi európai elit egy haldokló világhatalom érdekei szolgálja annak érdekei, hogy ez a világhatalom még kicsivel tovább túléljen. És ezért feláldoz durván 500 millió ember, feláldozza 500 millió ember boldogságát. És most megjelentek nagyon intelligens, higgadt emberek, nem egyformák, különböző kultúrkörben, akik azt mondják, hogy térjünk vissza a kályhához. Ahhoz, amiről kezdettől fogva Schumann és Adenauer beszélt, hogy a okos nemzetek Európája, amelyiken belül az okos szövetség kizárja, hogy egymás ellen hadat viseljük. Még annyit zárójelben hadd jegyezzek meg itt a NATO-ra visszautalva, hogy azért a NATO nem kérkedhet azzal, hogy amikor Szerbiát hadüzenet nélkül megtámadta itt Európa szívébe, azért az egy egész, elég szégyen teljes dolog volt, az se védelmi háború volt, viszont mi legyünk büszkék arra, hogy mi abban nem vettünk részt. Azért örülök, hogy itt van bánk, mert a nézőpont friss felmérése szól arról, hogy mit szólnak ez a választópolgárok, és nagyon úgy tűnik, hogy hasonlóképpen gondolkodnak erről a patrióták frakcióról. Hát egyrészt én is örülök, hogy itt vagyok. Másrészt pedig valóban, ugye pont ma reggel publikáltuk azt a kutatási eredményünket, ami azt vizsgálta, hogy mennyire egyezik a magyar emberek véleménye mindaz, amit a patrióták képviselnek, és egy kicsit megtoldottuk azzal is, hogy összehasonlítottuk azzal, hogy az EPP, tehát a néppárt képviselői hogyan szavaztak ezekben a kérdésekben. Ugye itt beszélünk a szolidaritás kérdéséről, a migrációhoz kapcsolódó büntetések kérdéséről, az ukrán mezőgazdasági termékek adómentes, pontosan vámmentes Európai Unióba történt behozásáról, stb. Mindezen kérdésekben az EPP többsége ellenünk, tehát a magyar és a patrióta állásponttal szemben szavazott, míg a magyarok nagy többsége pedig ezeket a gondolatokat támogatja. Ugyanazt, amit a magyar kormány képviselt eddig az Európai Unióban, és amit várhatóan a patrióta frakció is fog képviselni. Tehát a magyar emberek véleményét látjuk, ezt erősítették meg egyébként az előző két választáson is, tehát most az EP választáson is, azt megelőzően az országgyűlési választáson is, de azt is látjuk egyébként, amiről Georg beszélt, hogy ez rezonál egyébként az európai választók között is. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy Magyarország egy sziget, amelyik furcsán gondolkodik Európában, hanem egyre többen azt is megmerném kockáztatni, hogy ezen a kérdések a többségében a többségi álláspontot is képviselik a patrióták. A gond valójában ott van, hogy eddig pont Ottóval győzködtük erről a csörtében a másik oldalon ülőket, hogy eddig az emberek véleményét figyelmen kívül hagynak, és megpróbálták diszkreditálni a politikai jobb oldalt az Európai Unióban, vagy az Európai Parlamentben. Ugye, most is megpróbálják. Most is megpróbálják, nagyon fontos. Mert most már persze olyan cikkek ennek meg, hogy a szélső jobb oldali frakció, tehát rögtön elkezdtek bélyegezni. De eddig korábban ahhoz voltak hozzászokva, hogy hát ott ül a Farage fönt a kakasülőn, ott kiabál valamit, ugye még a britek bent voltak, és kvázi, hát nem is euroszkeptikus, de legalábbis kritikus véleményt fogalmaztak meg az unió működésével kapcsolatban. Ó, hát ez egy hülye, nem kell rá figyelni, szélsőjobboldali, stb. De most kialakult egy kritikus tömeg, tehát történelmi pillanatot élünk, mert eddig megtudták, ott a balliberálisok és ez már az EPP-t is ide sorolom, el tudták évtizedeken keresztül játszani,
hogy a jobb oldalt partvonalra szorítják, megosztják, különböző címkékkel illetik őket, antiszemiták, fasiszták, nácik, stb. És az történt most az Unióban, Orbán Viktor és mások vezetésével, ami talán olyan 2006 és 2010 között történt Magyarországon, hogy tudatára ébredt a jobb oldal, és elkezdte megszervezni saját magát, és nem hagyja, hogy mások véleménye befolyásolja az ő politizálásukat, vagy az, hogy ki kivel áll szóba, ki alakít frakciót, kivel áll szövetségbe, és innentől kezdve professzionalizálódik, és behozza azt az évtizedes hátrányát, amilyen előnye egyébként velünk szemben a balliberálisoknak volt. Mert ők szépen elvoltak azzal, hátradőlhettek, a szozdemek együttműködtek az EPP-vel, végül magukba olvasztották gyakorlatilag őket politikai értelemben, hogyha nem is formálisan. Most pedig kialakul egy kritikus tömeg, ami egyébként, ha az ECR, tehát a Meloni-féle ECR-t is hozzászámoljuk, akkor a második legnagyobb szavazatszámú tömörülés lehetne, vagy lesz a jövőben. És ezt kikerülni már nem lehet, ez már látható. És nem beszélve arról, hogy arra is esély van, hogy látva ennek a jelentőségét, erejét, még további csatlakozók jelentkeznek. És én ebben reménykedem, hogy az EPP-ből azok, akik eddig lamentáltak, hogy hát azért nem biztos, hogy kijönnék, mert nagy frakció, stb. Hogyha még néhány ott hagyják az EPP-t, akkor az EPP szépen vissza fog szorulni, és itt lesz a nagy lehetőség arra, hogy még több, még nagyobb erőt tudjon mutatni a politikai jobb oldal, vagy szolonista oldal a Európa. Sajnos letelt az erre a részre kiszabott műsoridőnk, de arra kérem nézőjét, ne menjenek messzire, mert a második részben is igen érdekes témákkal várjuk vissza önöket. Nézzük, hogy mivel. Öncenzúra. Radikálisan átírta a Blikka a Magyar Péterrel készült interjút. Javaslatcsomag. Átláthatóbbá tennék a politikai nyomásgyakorló szervezeteket. Öncenzúra. Radikálisan átírta a Blikka a Magyar Péterrel készült interjút. Javaslatcsomag. Átláthatóbbá tennék a politikai nyomásgyakorló szervezeteket. Jó estét kívánok! Folytatódik a vezércikk Georg Spötlével, Bencsik Andrással és Boros Bánk Leventével. Na és Karácsony Gergellyel, akinek a budapesti főpolgármester jelöltekre leadott szavazatok újra számlálása miatt is van izgulni valója, amely mától 3 napon keresztül zajlik teljes nyilvánosság mellett. A Nemzeti Választási Bizottság eldöntötte a főpolgármesteri szavazatok újraszámlálásának menetrendjét. Erre a következő 3 napban, 2 csütörtökig a kerületi polgármesteri hivatalokban kerül sor. Az urnák felnyitásától az újraszámlálás befejezték az MVB delegáltak, a sajtóképviselői, valamint a főpolgármester jelöltek és az EBSZ megfigyelői is jelen lehetnek. Ezáltal mind a Karácsony Gergely által, mind az általam ma megfogalmazott garanciális feltételek teljesülnek. Reagált Vitézi Dávid közösségi oldalán a friss fejleményekre. Nos, 2 táborra szakadt szerintem a közvélemény ebben a kérdésben. Az egyik az, hogy Karácsony egye meg, amit főzött, aztán majd meglátjuk. Viszont vannak, akik még reménykednek abban, hogy talán az újraszámlálás valami más eredményt hoz. Hova tartoztok? Én a reménykedők közé, mert azért borzalmas, hogy mi van ezzel a várossal, tehát tényleg csövesek, drogosok, lekoszolódva, olyan kátyuk, hogyha megtelnek vízzel, tehát tapasztaltam, nekem is került már 35.000 forintomba a felnijavítás, mert egyszerűen eső volt, megtelt a kátyú, szétvertem vele a felnimet, és hát meg lehet nézni, hogy milyen a városkép, már inkább Mogadisúra hasonlít, mint a régi szép Budapestre, és hát Karigeri szerint ez rendben van, ugye, hát most mit is szokott mondani, ilyen szabad város, szabad polgárok, meg mi is a rögeszmény? Budapest köztársaság, vagy azt mondtam, népköztársaság, hát nem álltam messze, úgyhogy nagyon jó lenne ennek vége lenni, és újra lenne egy normális hozzáértő városvezetés, meg hát láttuk, hogy csődbe vitte a várost igazából, mert hát ugye Gyurcsány Ferencnek ki kellett fizetni az embereit, akik tanácsadóként posztoltak, csak nem tudom, milyen tanácsot adtak nekik, mert jót nem, azt látjuk a városon.
Bár abban is van egy megérdemelni, amit Bánk is mondott, hogy egy kicsit azért följön még a saját levébe, és próbáljon meg kijönni abból, hogy nincs pénz, mert hát elkotya vetyelte, holott a városnak nem volt még soha az életben olyan iparüzési adó bevételesen, meg a turizmusból, meg minden, tehát tényleg Budapest az brutális pénzeket szeret be, csak hát azok valahogy eltűntek, hát a bal oldalánál ez amúgy nem nagy titok, hogy ez így történik. Igen, hát az sem ártana, hogyha azért is izgulna egy kicsit, hogy mi lesz azokkal a vizsgálatokkal, amelyek folynak az általad említett ügyekben. Ám itt a szünetben arról is közmegegyezés volt, legalábbis közöttünk, hogy amennyiben változna az eredmény, azonnal elkezdene rikácsolni, hogy választási csalás történt. Az biztos, erre van esély. Egyébként személy szerint nekem az a véleményem, hogy az lett volna a helyes megoldás, ha új választást írnak ki, amit egyébként Karácsony Gergely követel. Tehát én nagyon örültem volna, hogyha az ő kis kérését teljesíti a arra hivatott bírói fórum, ugyanis a helyzet értelmezhetetlenné vált, mert Szentkirályi Alexandra Kései visszalépésében egy olyan helyzet állt elő, hogy miközben kettejükre többen szavaztak őrá és Vitézi Dávidra, mint Karácsonyra, tehát budapesti választók többsége akarta Karácsony félretenni az útból, mint hogy őt megtartani, azonban ez a elkésett visszalépés és az a bizonyos vonaláthúzásos probléma miatt egy csomó ember vagy megzavarodott, vagy nem talált megoldást, vagy nem tudta feldolgozni ezt a helyzetet, tehát akármi lesz a végeredmény szerintem mindenképpen rossz lesz. Én magam részéről őszintén örülnék, ha Vitézi Dávid jön neki végül is győztesnek, de azt se bánnám, hogyha utána Karácsony követelésére új választást írnának ki, mert akkor Budapest egyszer és mindenkor ettől a szerencsétlen hülyétől meg tudna szabadulni. Gyanítom, hogy ez magától fog bekövetkezni, ugyanis működésképtelen lesz ez az egész, ami ott a közgyűlésben is kialakult, úgyhogy ez csak egy epizód, nem? Ez a újra számlát. Igen, a matek az valószínűleg csak akkor jön ki, hogyha ott a Gyurcsányék, a Tiszáék, meg a kutyák ott valamit egymással csinálnak, politikai értelemben. De én ugye ahhoz a táborhoz tartozom, aki azt mondja, hogy maradjon Karácsony Gergely, azért, mert ugye most már minden szem 2026-ra vetül. És ugye Karácsony volt már miniszterelnök jelölt. Volt már sok minden, tehát ő is volt már egyszer Vátesz, ugye most éppen egy másik van, de hát ez csereszabad. Álmessiás, ő is írom. És ugye jól lehet érzékeltetni a minőségbeli különbséget, az ellenzéki, köztársaság vezetés és a Magyarország vezetések között. Mert hogyha apait, anyait beleadnának, tehát tényleg komolyan venné Budapest irányítását, foglalkoznának vele, felelősen gazdálkodnának, tehát ahogyan Orbán Viktor csinálja az országgal, akkor érteném azt az ellenzéki hevületet, amit lehet látni a kormánnyal szemben. Hogy azt mondják, hogy tessék, itt van, mi tudunk minőséget alkotni. Gyurcsányok, meg Magyar Péterek, meg Karácsonyok, meg a Georgnak a polgármestere, meg ilyen hasonlók. De én nem látom jönni azt, mint ahogy az elmúlt 5 év is erről szólt, hogy csődbe vitték Budapestet, hogy áldatlan állapotok uralkodnak a fővárosban, hogy ez megváltozna a következő időszakban, különösen 2026-ig. És akkor 2026-ban odaállunk a rajthoz, akkor azt lehet megint mondani, hogy tessék, mindenki, ne az ígéretekről beszéljünk, meg hogy ki mit akar varázsolni 2026 után. Beszéljünk arról, ki mit tett le az asztalra. Tessék megnézni, hogy a kormány ellenzéke Budapesttel mit csinált, és tessék megnézni, hogy a kormány az országgal mit csinált. Tessék választani, hogy egy klasszikust idézzek még az 1990-es. Az a baj, Bánk, hogy az a tapasztalatunk, hogy Magyarországon jó kormányzással el lehet bukni választást, rosszal meg lehet nyerni. Tehát ez... Igen, de ugye addig, amíg az ellenzék olyan, mint a kis elefánt, ugye, tehát nehezen tanul, de gyorsan felejt,
addig azért a Fidesz-KDNP az tanult a saját és mások hibáiból is. Világos. Ezért nyertek egymás után több két. Elhangzott mindenféle álláspont, várjuk az eredményét a újraszámolásnak. Viszont folytassuk egy másik álmesiással, Magyar Péterrel, akinek már azt is sikerült elérnie, hogy a Blik öncenzúrát gyakoroljon, és a kedvéért utólagosan kijavítsák a vele készült interjú szövegét. Lássuk! Jelentősen átírták az interjú címét, és egy fontos Gyurcsány Ferencet érintő mondatot kihúztak a szövegből. Ráadásul kiderült, hogy az újságíró, aki Magyar Péter kérésének engedelmeskedett, nem tájékoztatta sem az olvasókat, sem a feletteseit a megjelenést követő utólagos változtatásokról. Az eltüntetett részek között szerepelt az a mondat, amelyben Magyar döglött oroszlánnak nevezte Gyurcsány Ferencet, a DK elnökét, és az a rész is, hogy Magyar nem tartja politikusnak Gyurcsányt. A Tisza párt és Magyar Péter hallgat a legújabb botrány ügyében, a Blik viszont elismerte a történteket. Elég is sajátosan alakul ennek a Gigerlinek a viszonya a sajtóhoz. Én nem is értem, hogyha most például komolyan vennénk, hogy nincs sajtószabadság Magyarországon, akkor ha ne adj Isten egy ilyen Tisza párti valami kerülne hatalomra, akkor mi lenne a sajtóval, meg egyáltalán a nyilvánosság? Hát azt nem tudom, mert akkor én már ülnék az első gépen a választás után, bár még Mogadisóba is, tehát Isten mentse meg az egész hazát Magyar Pétertől, hogy valahogy is hatalomra jusson. De figyeljétek meg, majd nem ez lesz, majd csinál megint egy Facebook bejegyzés, hogy én nem döglött oroszlánt, hanem dicső oroszlánt mondtam. Tehát mindig olyan klasszul kimagyarázza magát, hogy valami hihetetlen. Tehát úgy átmegy Narniába, és akkor úgy fölépít magának egy kis világot. Ugye láttuk a bulizásával is, hát nem ő lett csatakrészek, vagy hanem mindent, ugye. A propaganda hazudik róla. Hazudik a propaganda, és agenprovokatőrök voltak, és egyáltalán őt belevitték ebbe a szituációba. Nem is akar 17 éves lányok lába között átmászni, meg beszólogatni nekik. Ezt mint Tónék intézték a Rogán műveknek, de borzalmas, tehát valószínűleg ilyen gondolatátvitellel a miniszter úr úgy ráhatott Magyar Péterre, hogy rúgjon be és viselkedjen tényleg abszolút alpári módon. Tehát nyilvánvalóan ez az ember egy mániákus hazudozó. Tehát azért kiderült, mert milyen ember az, aki lehallgatja a saját feleségét. Tehát szerintem ennél úgy aljasabb dolog a Földön nincs. Jó, nyilván van, de azt mondom így a közéletben. Hazudozik össze-vissza, és tényleg nagyon ez az álmessiás, mert tényleg egy ilyen szektát épített maga körül, és ígéretes sincs, mert azért a politika azért tudjuk, hogy ígéretekre épül valamilyen szinten, amit én elmondok a választóknak, és akkor ők majd eldöntik, hogy szeretnék ezt az ígéretet, hogy valaha is beváltsam, de neki még az sincs. Tehát lecsukatlan. Ahogy becsületes sincs, meg családja sincs, úgy ígérete sincs igazából. Tehát én úgy fel se tudom, én megértem az embereket, akik vonzódnak mondjuk a radikális iszlámhoz, terroristákhoz, bárhova, mert ott van mögötte egy ígéret, más nem 77 szűz, ami nem egy rossz dolog, valljuk be. De hogy Magyar Péter mit tud ígérni, és hogy miért követik emberek ilyen vakon, azt egyszerűen nem tudom fölfogni. Tehát amikor van egy kormányunk, ami jól működik, jól kormányoz, az emberek elégedettek, elég, ha elindulunk, mit tudom én, szombat reggel az M7-esen, mind a 10 millió koldus az autójába ül, hogy menjünk és együk az 5000 forintos lángost a Balatonnál, ugye, hogy Gyurcsány ez gyakran elmondja. Tehát mit ígér ez az ember? Tehát ez döbbent meg engem inkább, és hát ez a notórius hazudozása, hogy bármi szarságot csinál, az nem ő volt, hanem minden olyan agenprovokatőrök megfigyelik, ügynököket állítanak rá. Ugye a két rendőr kolléga az adóvevővel blokkolták az internetet. Atyaisten, ez már olyan Észak-Korea life. Közben úgy fölidézőben egy ígéret, nem veszem el a telefonodat, de ha el is venném, nem dobom a Dunába. Ez például egy komplett ígéret. De mit ígéretett a Bliknek? Hát azt tudtuk, hogy a Blik az kebelbéli újság, de ha csúnya magyar kifejezéssel éljek, oda lesz szólva Magyar Péternek, hogy nem kéne a Gyurcsányt bántani. És akik odaszóltak Magyar Péternek, aki ugye gondolkodás nélkül mindig mindenkibe belerúg, gyaláz, mocskol, átkozódik, fenyegetőzik, valóban mindenkit le akar csukatni, tehát természetesen Gyurcsányt el akarja taposni, mert csak ő tündökölhet ezen a térfélen. Egyszer csak egy hang odaszólt, hogy Péter, ezt nem kellene.
nem döglött oroszlán. Dicső oroszlán. Dicső oroszlán. Kicsit betegeskedik, de fel fog gyógyulni, mert még szükség lesz rá 2026-ba. És ugyanez a hang odaszólt a Blicknek, hogy gyerekek, ugyan megjelent a cikk, de most szépen átírjátok. Igaz, hogy ettől leég a bőr a képetekről, mert ennél ócsmányabb, ócskább dolgot, mint hogy saját magatokat cenzúrázátok, nem látott a világ, de szépen csináljátok meg, mert mi, akik innen hátra intézzük a dolgot, így látjuk jónak, ennyi történt. Így működik a független, objektív sajtó, mert ilyesmivel bennünket szoktak, persze alaptalanul, de mégiscsak vádolni. Hát ugye ez nem előzmény nélküli, mert szintén a Blick volt az, amelyik ugye kivágott egy részletet abból a videóból, ami még a Kossuth téri rendezvényén készült, ahol az akkori aktuális barátnője elszólta magát, hogy külföldiek és ülnek ott a grafikus, vagy nem tudom milyen PR csapatban, akkor a Blick fogta magát és kivágta. Most ugyanezt történt. Ennek az eredője persze az, hogy ez a jó ember, ez imád szerepelni. Leginkább saját magát imádja, és azt gondolja, ez volt még, amíg a férje volt egy volt miniszternek, hogy akkor is ő akarta a bulvár sajtóban szerepelni. És ezért saját magát nyomja az ilyen típusú médiumokban, és szemmel láthatóan ezek ugye a visszájára fordulnak folyamatosan, valami oknál fogva. És itt jön az elemzés része a történetnek. Egyrészt az, hogy ezt nem lehet a végtelenségig csinálni, hogy mindenfajta következmények nélkül beszélünk a nagyvilágban, a levegőbe. Most ugye azt mondta, hogy ő ilyet nem is mondott. Én már adtam interjút ellenzéki újságíróknak is, de nem emlékszem arra, hogy olyat írtak volna le valaha is, amit nem hagyta el a számot. Műsoron kívül, vagy az itt. Keretezik, így csúsztatják, de azért ezt leírják. Hogy az egy ilyen szöveget, hogy Gyurcsány döglött oroszlán, azért magától nem ír le egy újságíró, hogy tehát mit írjuk, mit adjunk Magyar Péter szájára? Legyen az, hogy vagy a Gyurcsány döglött oroszlán. Szóval ez életszerű. Életszerűtlen. De meg azt még hagyd szúrjam itt közben, hogy az meg nagyon életszerű, hogy ilyet mondott, mert hogy ő azzal lépett fel a politikai porondra, hát Gyurcsányt és Orbánt ő egyszerre fogja el. Hogyne. Viszont nekem nincs olyan összeesküvés elméletem, mint Andrásnak, mert szerintem egyszerűen arról szól a történet, hogy ezt az embert már körülvették tanácsadók meg okos emberek. Ugye azt olvasni, hogy a Jobbiknak a volt sajtófőnöke talán, aki itt a kapcsolatot tartja mellesleg a sajtóval, akik próbálnak utólag ugye, javítani Magyar Péter álmokfutásán, és rájöttek arra, hogy nekik végül is Gyurcsány Ferenccel valamikor együtt kell működniük, össze kell fogniuk. Ez nem leszóltak egyszerűen, hanem a racionális ellenzéki gondolkodás, hogy valamikor ezért ezt szóljunk az embereket inkább, ugyanonnan küldték, ahonnan András szerint leszóltak. Szóval ez az abszolút amatőrizmus egyébként, amit itt látunk a Tisza párt környékén, és én nem látom azt, hogy ez megváltozik bármilyen formában. Ugye korábban beszéltünk 2026-ról, hát good luck. Még egy mondat ehhez, én csak azt várom, hogy mikor fog majd úgy én sztálini módszerekkel a nem kívánatos emberek fotóit úgy eltüntetni, tehát a közös fotókról majd lesatírozzák, és a végén úgy ott marad egyedül, vagy ott marad olyanokkal, akik szerinte jó emberek, tehát nagyon brutális, tehát kíváncsi vagyok, mi lesz ennek a vége. No, nézzük meg, hogy mit ír a Demokrata, tehát lapajánló következik, Bándi Pétert, a Demokrata lapszerkesztőjét kapcsoljuk. Szia Péter, parancsolj, milyen olvasnivalót ajánlasz nézőinknek? Szervusztok! Idegesen figyeli a nyugati fősodrú elét Orbán Viktor diplomáciai aktivitását. A Demokrata szerdai számában több cikkben is foglalkozunk a magyar miniszterelnök békemissziójával, illetve a Patrióták Európáért frakció megalakulásával, illetve arra is kíváncsiak voltunk, milyen vészhangja volt Ukrajnában és azon belül Kárpátalján a kijevi látogatásnak. Eheti címlapinterjúnk Somonyi Győző, Kossuth díjas festőművésszel készült, Most is van nép címmel.
Köszönjük szépen, Péter. Mi pedig használjuk ki a megmaradt rövid időnket arra, hogy elmondjátok, mit szóltok ahhoz, hogy Toni Kroos, a Real Madrid és a német válogatott visszavonuló játékosa bejelentette, hogy családjával inkább Spanyolországban marad, mert nagyobb biztonságban érzi magát, mint Németországban. Megértem, már azért jártam Spanyolországba, és azért ott sem minden a város már olyan biztonságos, tehát Barcelonába lépte nyomon, oda jöttek hozzám helyes afrikai fiatalok, hogy milyen drogot szeretnék. Úgyhogy én ajánlom neki költöző Magyarországra, mert itt még nagyobb biztonságban lenne. Ez egy szívfájdító történet, egy német hős, a német labdarúgásnak egyik kiemelkedő alakja, és az, hogy a gyereke féltése fontosabb volt, mint az a büszkeség, hogy a hazájának mennyi örömet szerzett. Ez Németország számára egy tragikus dolog. Egyébként egyetértek Georggal, hogy a németek egyre nagyobb számba jönnek inkább Magyarországra, mert nagyon szép Spanyolország, de Magyarország ezerszer biztonságosabb. Ez szörnyű, és nagyon reménykedek, hogy az utolsó percben, amikor már nem csak Toni Kroos, hanem hozzá hasonló jeles személyiségek is azt mondják, hogy ezt nem lehet elviselni, akkor talán egyszer a németek felocsúdnak. Bank. Az a helyzet, hogy mégiscsak egy hamarosan visszavonuló játékosról van szó, tehát gyakorlatilag tét nélküli a kijelentése. Keresett már annyi pénzt, hogy élete végéig a gyerekei, unokái jól fognak élni, tehát ő megteheti azt, hogy ilyet mondjon. Sokan vannak, akik mondanának ilyet, de nem mernek, mert egzisztenciálisan ellehetetlenítik őket, például ez egy közember, vagy pedig egy énekes, vagy focista, vagy sztár, vagy celeb. De mondjuk azt tegyük hozzá, hogy addig, amíg a Franciaország válogatottjában játszó csatár, csak összerakom a képet, aki ilyen maszkban szerepel mostanában, amikor Le Pennek szól be, az egy szintén tét nélküli, mert hogyha Macronnak szólt volna benne, az lett volna egy kicsit keményebb. Ma ő például ezt nem merte megtenni, ehhez képest Kroos megtette, de hát ő meg elhagyja az ország. De minden esetre az tragikus, hogy ez egyáltalán téma, mert hogy fogalmaztál, egyre többen vannak, akik egyszerűen nem érzik jól magukat Európában, és ez sajnos nagyon nagy baj. Hát napi szinten vannak késelések Németországban, most például egy csalódott török szurkoló szúrt meg két közel 70 éves idős embert, egy idős házaspárt a metrón. Az a baj, hogy napestig tudnánk folytatni, de lejárt a műsoridőnk, úgyhogy én nagyon megköszönöm nektek, hogy itt voltatok, és jót beszélgettünk. Nézőimnek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet. Adásunkat visszanézhetik webes felületeiken, holnap pedig Bot Hunor, Deák Dániel és Lentulai Krisztián társaságában várom Önöket. Köszönjük figyelmüket még egyszer, viszontlátásra!